a közlekedési szabályok, így az elsőbbségadás betartásáról, a rendőri ellenőrzések folyamatáról, és a rendőrség, így a Kispesti Kapitányság prevenciós és felvilágosító munkájáról is beszélgettünk a stúdióban, a helyi rendőrség közlekedés szakmai munkatársával. Drótás Zsófia kiemelte, hogy a legfontosabb mégis az emberi oldal, vagyis hogy a közlekedésben résztvevők figyeljenek oda jobban egymásra. Jön a gyár. Egyre több gyerek lesz kint az utakon. Mire kell felhívni a szülők figyelmét, és mit tesz majd a rendőrség? Igen, jön a nyár, emiatt ugye elég sokan ülnek ilyenkor biciklire, elég sokan választják a gyalogos közlekedést. Igazából itt a gyerekek számára is elsősorban a szülők elmagyaráznak nekik az alapvető KRESZ szabályokat. Nyilván nem kell tudniuk a KRESZ-nek a jogszabályi pontjait, ez nem fontos, de hogy az alapvető közlekedési morál milyen, hogy mik azok az alapvető szabályok, hogy nem szabad átrohangálni az úton, biciklivel ők is azért álljanak meg a kereszteződésben, ők is figyeljenek az elsőbségi szabályokra. Ennek segítése érdekében egyébként a kerületi rendezvényeken mindig kint van a Kispesti Rendőrkapitányságnak egy sátra, és ott totót szoktunk kitöltetni a gyerekekkel, és egyébként egész ügyesek. Tehát én úgy gondolom, hogy ez nem probléma a gyerekeknek, mármint hogy egyre ügyesebbek, szerintem az iskolákban is egyre több olyan fejlesztő óra van, ahol a KRESZ-re figyelnek, ahol a közlekedés biztonságát részesítik előnyben, és azt elmagyarázzak a gyerekeknek, hogy mire kell figyelniük. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyerekek azok fel vannak készítve a közlekedésre.